A Baranya megyei rendőrfőkapitányság munkatársai látogattak el a Zsutipe SE tagjaihoz. A Pécsi Sportegyesületben tevékenykedő gyerekek és szüleik egy figyelemfelhívó előadáson vehettek részt, amelynek a FUND cigány alapfokú művészeti iskola adott otthont. Immáron másodszor történik ez meg, ahol egy drogprevenciós órát bűnmegelőzéssel párosítva fognak nekünk előadni, illetve a határvadászat munkatársai jönnek, akik egy toborzást fognak végezni nálunk, illetve egy előadást fognak előadni ezzel kapcsolatos információkat. A rendőrök, akiknek arcát nem mutathatjuk, egy tanulságos videót vetítettek le a közönségnek. A felvételeken szereplő fiatalok arról mesélnek, hogy hogyan váltak a kábítószerek rabjaivá, és hogyan lábaltak ki függőségükből. Dunai Arnold szerint minél fiatalabb korban el kell kezdeni a megelőzést. Mert sajnos én olyan negatív tapasztalataim voltak az életben, amik beárnyékolnak a mai napig, és azt gondolom, hogy ezeknek a gyerekeknek csak ezzel tudjuk ezt megmutatni, hogy ezekre felhívjuk a figyelmüket, és az ökölvíváson kívül ebben az útban is segítjük őket, hogy normális életet tudjanak élni, be tudjanak illeszkedni a társadalomba, mert ha egyszer úgy mondanám inkább, hogyha 10-ből 9-szer jót csinálnak, és csak egyszer rosszat, arra a rosszra fognak emlékezni, általában is nem a többi jóra. A sportegyesület célja, hogy további jó kapcsolatot ápoljon a Baranya megyei rendőrfőkapitánysággal, hogy a jövőben ilyen és ehhez hasonló rendezvényekkel segítsék a fiatalokat.